Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják, benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. A 33. alkalommal nyitotta meg kapuit idén a bábolnai gazdanapok, az agrárium kiemelkedő eseménye. A 20 hektáros területen közel 200 kiállító mutatkozott be. A megnyitón Nagy István agrárminiszter kiemelte, sokáig kérdéses volt, hogy meg lehet-e rendezni a kiállítást, de úgy határoztak, hogy szükség van rá. A bábolnai gazdanapok ugyanis egyrészt lehetőséget ad arra, hogy számot vethessünk, hol tart 2020 őszén a hazai agrárium. Másrészt pedig azért is fontos, hogy köszönetet mondhassanak minden magyar gazdának azért a helytállásért, amit az elmúlt hónapok során tanúsítottak. A gazdák hite, akarata, ereje, lelkesedése az mindenen túlmutat. Rendkívüli időket éltünk, rendkívüli nehézségekkel kellett szembenézni, és a magyar mezőgazdaság, benne dolgozók példaértékűen helyt álltak. Hiszen vetettek, amikor vetni kellett, ahhozért, hogy aratni lehessen. Minden nap megetették a jószágot. Hiszen a járvány közepén is nekünk minden nap enni és inni kellett. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ehhez a gazdák munkája, tevékenysége kellett. Itt jön a második hullám, éppen az elején vagyunk. Még a napraforgó és a kukorica kint van, két nagyon fontos növényünk, tehát be kell takarítanunk. De indul lassan a vetési szezon is, ahhoz, hogy majd jövőre a kenyerünk meg lehessen. Tehát nem lehet leállni, hanem tenni, dolgozni kell. Mindaz az eredmény, amit láttunk, hogy az első fél évben is, tehát 93 milliárd forintért vásároltak a gazdáink gépet. Ezekben a nehéz időszakban, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a holnapban. 93 milliárd forint. Ez olyan fokú bizalom, olyan fokú hit a jövőben, amely minden elismerés a magyar gazdatársaság számára. Azt mutatja nekem, hogy olyan erő rejtezik a magyar gazdákban, olyan akarás, amely azt mutatja, hogy jó reménységet tekinthetünk a jövőre. A bábolnai gazdanapokon a kiállítók minden évben bemutatják a legújabb fejlesztéseket. Az innovációk és a szakmai tapasztalat cserék pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy az agrárium folyamatosan fejlődjön. Versenyképesnek kell lennünk. Az egy hektárról termelhető jövedelmet kell fokozni, növelni a társadalomban. Hiszen azt látjuk már, hogy mennyiséget tudunk termelni. Most már versenyképesnek is kell lennünk. És ezek a precíziós gépek, amelyek itt vannak, a legmodernebb technológiai fejlesztések, mind-mind azt szolgálják, hogy versenyképesebbek tudjunk lenni. Hiszen ezek a gépek adják meg, és berendezések, technológiák adják meg a választ arra a munkaerő problémára, arra, hogy a fiatalok akarnak-e beállni és követni apáik nyomdokait, hogy a generációváltás sikeres legyen, mind-mind azt segíti hozzá, hogy több jövedelmet tudjunk termelni, hogy versenyképesebb legyen. Ezért fontosak ezek a kiállítások, ezért fontosak ezek a gazdatalálkozók, hogy egymás tapasztalatait átadva, tapasztalatot cserélve, egymásban a hitet erősítve lehessen vállalóinkat nekifeszíteni az előttünk álló problémáknak. Nagy István hangsúlyozta, a hazai agráriumban még óriási lehetőség rejlik. Fontos cél, hogy az alapanyagokat hozzáadott értékkel, feldolgozott formában adjuk tovább. Ez lehet ugyanis a versenyképesség kulcsa. Alapvetően meghatározza a jövedelmezőségünket, vagy a versenyképességünket az, hogy mennyire dolgozzuk föl ezeket a termékeket. Nem véletlen, hogy a támogatási formában is, a kormány támogatási eszközeiben mennyire nagyságrendekkel vettek részt az élelmiszeripari vállalatok. Hiszen ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz, hogy olyan jövedelem szintek alakulhassanak ki, ahhoz a termékeink feldolgozottsági szintjét növelni kell. Ebben vagyunk lemaradva, hiszen a rendszerváltáskori privatizáció nem a fejlesztés hozta, hanem a gyárak és a feldolgozóink bezárását hozta magával, és a befektetők csak piacot vásároltak. Ezt a hátrányt kell leküzdenünk, mind az Európai Uniós támogatási formák, mind a hazai támogatási formák pontosan ezt segítik, hogy az elkövetkező időszakban is, megnövekedett ütemben ezt a hátrányunkat le tudjuk dolgozni, és végre odaérhessünk, ahová a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar hivatott. A
Az idei 2020-as esztendőről azt mondják a szakemberek, hogy ez a kukorica éve lesz, és ahogy itt elnézem a ti kukorica bemutatótokat az idén, lehet, hogy igazuk lesz ezeknek a szakembereknek. Nagyon szép a területetek, Józsi. Köszönöm szépen. Strészben én is meg tudom erősíteni, amit a 2020-as évről mondtál. Azért ez az év nem volt egyszerű, bár az utóbbi 5-6 évre ezt nyugodtan el lehet mondani. Úgy gondolom, hogy a kukoricáink nagyon szépek. Nem csak itt a bemutatósorban, hanem ahol termelőknél kint vannak, én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, és tényleg nagyon jó teljesítményt várunk mindegyiktől. Még azért van hátra egy néhány hét, mire a betakarítások ugye elindulnak, bár a koraiaknál az időzítés az nyilván mindig korábbi. Az időjárás előjelzés alapján nem sok csapadékot látok, de ebben az időszakban ez talán már kevésbé meghatározó, mint az elmúlt hónapokban. Az idei kukorica bemutatóra is jutott újdonság, új kukorica fajta bemutatása. Milyen szempontok alapján történik nálatok mostanában a nemesítés? Melyik éréscsoport felé mozdultatok el? Alapvetően tradicionálisan a gabonakutatónál inkább a korai, szuperkorai éréscsoport, illetve a másik vége az éréscsoport listának, ugye a siló, az inkább késői tenyésztő silóhibridek voltak fókuszban. Ez valamennyit változott az elmúlt időszakban, azt mi is látjuk, hogy a piac elsősorban nagy mennyiségben a középérésű csoportra koncentrál, az jelenti a termelőknek elsősorban az igényét, tehát mi ebben is erősítettük. A nemesítés szempontjai alapvetően részben a hagyományokra, a tradíciókra, a meglévő genetikai anyagra, mint bázisra támaszkodik, ugyanakkor egyre intenzívebb a párbeszéd nyilván az értékesítéssel, a termelőkkel, hogy mi az, amit a piac igényel. Amiatt is fontos, hogy a piac is azért dinamikus közeg, tehát változik. Ami nálunk újdonságként megjelent, az konkrétan két olyan kukorica hibrid, amely már ebben a középmezőnyben tartozik éréscsoport szempontjából. Teljesítményben viszont az élmezőnyben, az egyik ambíciózus elnevezéssel a GK bajnok névre hallgat. Ez egy 390-es FAUS számú, nagyon jó teljesítményű hibrid, a 12 tonnától a 16 tonnáig tapasztaltunk, mértünk vele kapcsolatban terméseredményeket. Nagyon szép, nagyon jó betegség ellenálló, nagyon stabil anyagnak ígérkezik, úgyhogy gondolom ennek a szegmensnek a gabonakutató szempontjából ez egyik zászlós hajója lesz. A másik a siló szegmensbe tartozik, a GK Lehel. Nagyon jó minőségű, egészséges és nagy mennyiségű siló betakarítását lehet vele megvalósítani. Én bátran ajánlom a termelőknek, mert úgy gondolom, hogy ebben az egyébként nagyon kompetitív szegmensben valóban akár az élmezőnyben is tartozhat. Az utóbbi néhány esztendőben berobbantatok szinte, lehet így mondani, a szója piacra. Ugye a Pannonia kincse az nagyon sok termelőnek elnyerte a tetszését. Mennyiben tudtatok azóta újabb fajtákkal előjönni a piacra? Gyakorlatilag két újabb fajtáról beszélhetünk. Pannonia kincsét említetted, a tavaly elismerést kapott GK Spirit nevű fajtánk. Habitusában nagyon hasonlít az elődjére, a Pannonia kincsére, aminek nagyon nagy sikere volt és még van is a piacon. Alapvetően hasonló is a két fajta, viszont a Spirit teljesítményben megfelelő körülmények között fölül tudja múlni a Pannonia kincsét. A másik a GK Mátka, amely viszont egy egészen más habitust képvisel. Attól függően, hogy kinek mire van szüksége megfelelő fajtát, én úgy gondolom a szortimentből ki tudja választani. Voltak időszakok, amikor hamar elfogytak ezek a fajták. Mennyire tudjátok kielégíteni a megnövekedett igényeket? Folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük a vetőmag előállításunkat. Úgy a saját területeinken, mint a szaporító, vetőmag termelő, előállító partneri körnek a bővítésével, a fejlesztésével, ahhoz, hogy a megfelelő bázist tudjuk biztosítani, bevontuk a külső szaporítói kört, vetőmag termesztő gazdaságokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó döntés volt, mert egyrészt magunkat is valamennyire tehermentesítettük, egyúttal tudtuk növelni a vetőmag bázist. Tehát én úgy gondolom, hogy az idei évet figyelembe vesszük, bár még a tavaszi vetésű növények betakarítása hátra van, de például őszi kalászosból jóval nagyobb mennyiséget és sokkal jobb minőséget tudtunk előállítani, mint tavaly. Erre kifejezetten oda is figyeltünk. Az Agronomic Design Tourral, vagyis egy látványos roadshow-val indult útnak az AgriCS Magyarország Kft. A rendezvények során a legújabb büszkeségüket rendhagyó formában mutatták be az érdeklődőknek. Két formabontó rendezvénnyel vártátok a partnereket, Baracskán és itt Berekfürdőn. Mi a célja ennek a Design Tournak? Hát a fő célunk az megmutatni ezeket az új szériás magnumokat, ugye az Magnum AS Connect-et már bemutattuk állókép bemutató formájában a Agromos Expo-n, most pedig gyakorlati lehetőség van kipróbálni.
Ugye sajnos a mai napi időjárás az nem tesz itt lehetővé, de az előző rendezvényen ott ki is tudták próbálni. Mögé akasztottuk a Bernár munkagépeket leterhelni, hogy lássák az ügyfelek, mit tudnak ezek az új szériás gépek. Már az Agromas Expo-n is óriási sikert aratott a Magnum, most hármat is hoztatok belőle. Különböző méretkategóriát próbáltuk megmutatni. Ugye a legnagyobb 400-as zászlós hajót is kihoztuk, ami ugye újdonság, eddig nem szerepelt a palettán, illetve hoztuk a leggyakoribb 340 lóerős gépet, power shift váltóval és egy 3/10 fokozatmentes váltóval. Ez is egyre nagyobb teret hódít, úgyhogy szeretjük volna mindegyiket megmutatni az ügyfeleknek. A Magnum esetében nem modellfrissítésről beszélhetünk, hanem teljesen új gépekről. Éppen ezért számos technológiai újítást fedezhetünk fel rajtuk. Mindenképpen meg kell felelni a legújabb károsanyag kibocsátási normának, tehát a motorja a Stage 5-os, a kezelői kényelemben próbáltak a fülkerugózáson, a zajon javítani. Viszont, ami a legfőbb újdonság volt, az maga a telematikai és a GPS rendszer. Egy tablet segítségével, egy laptop segítségével online valós időben látjuk a gépnek minden munkáját, minden paraméterét. Gyakorlatilag meg tudjuk jelenteni azt a kijelzőt, amit a gépkezelő is lát. Ugye ez az ügyfélnek a nyomonkövetés szempontjából, a későbbi feltérképezés szempontjából, a hatékonyság kihasználás szempontjából fontos elemzéseket tud segíteni, illetve nekünk a szerviz alkatrész oldalon a gép automatikusan tud jelezni, hogy a közeledik a szervizintervallum. Ha bármi meghibásodás van, akár egy szoftverfrissítést, akár egy egyszerűbb diagnosztikát távolról is le tudunk futtatni, vagy ha esetleg tudjuk, hogy mi a gép problémája, akkor a kollega már úgy megy ki, hogy viszi magával a megfelelő alkatrészt. Ezzel rengeteg időt tudunk spórolni, és ugye a hatékonyság az a legfontosabb manapság már itt a gazdák életében, mert a szezonban az állógép a legdrágább. Ezek a Magnumok nem csak kívülről lenyűgözőek, hanem belül is. Menjünk, nézzük meg a kezelőfülkét. Mindenképpen, ugye ezekben a gépekben most már az autóiparban megszokott elvárások, standardek a mérvadóak. A gépkezelői kényelem ugye nagyon fontos hangsúlyt kapott. Ilyen szempontból ugye a kárpitozás, az üléskényelem, a tárórekeszek mind azt segítik, hogy a napi munka sokkal kényelmesebb legyen. Menjünk is akkor föl! A 21. századi elvárásoknak megfelelően próbálták már ezt a gépet kialakítani. Így gyakorlatilag van egy elég nagy érintőképernyős kijelzőnk, de annak érdekében, hogy ne kelljen levennünk a kezünket a multikontroller karról vezetés közben, itt is állítható minden funkciója a gépnek, egy tekerőgomb gyors billentyűk segítségével. Teljesen személyre szabható a gép, ami azt jelenti, hogy még azt is programozni lehet, hogy melyik hidraulika kör hátul melyik joystick, melyik kört vezérelje. Ugye ez a gépkezelőknek a napi munkavégzésben kényelmet jelentősen segíti, hogy nem kell azt minden nap megszokni, hogy jaj, másképp csatlakoztattuk, akkor ez mit vezérel, az mit vezérel, hanem 2 perc és be lehet állítani, hogy ezzel melyik funkció, melyik gombot vezérelje. Illetve magán a multikontroller karon is programozhatóak a billentyűk. És nagyon kényelmes funkció az is, hogy az A-oszlopon van egy eszköz, amiről nagyon sok információ leolvasható. Igen, korábban itt egy analóg kijelző volt, ami kicsit halványabb is volt, kevesebb információt is tartalmazott. Ugye ennek egy lényeges pont, hogy tükröződésmentes a felület, elég nagy a kijelző, illetve erős színekkel dolgozik és fényerővel annak érdekében, hogy a rásütő nap ellenére is szépen látszódjon minden. Viszont nem veszi el a kilátást. Szullinger Jánostól megtudtuk, a tapasztalatuk az, hogy a partnereiket először a Magnum formatervezése fogja meg. Utána pedig az a sok innováció, ami a hatékonyságot növeli és megkönnyíti a gépkezelők munkáját. Minden évben több száz termelő látogat el a berzencei burgonya bemutatóra. A vírushelyzet miatt azonban idén rendhagyó formában tartotta meg hagyományos szakmai napját a Solanum Kft. Műsorunkon keresztül most nézőink is képet kaphatnak arról, hogyan teljesítettek a fajták az idei kísérletben. Hányféle fajtát mutattok be most itt a fajtasorban ebben az esztendőben, Gyuri? Több mint 70 fajta szerepel idén is a fajta kísérletben, és ezek közül valamit már többször kipróbáltunk, valami meg teljesen új. Milyen válogatási szempontok vezérelnek benneteket akkor, amikor összeállítjátok ezt a fajtasort?
Próbálunk a magyar piaci kívánalmaknak megfelelni, és ezért sok korai burgonya fajtát hozunk ide a fajta bemutatóra, de nem csak tőlünk függ ez, hanem a fajta nemesítőktől is, hogy milyen fajtákat választanak ki. A külföldi fajták mellett nagyon szép számban most fölvonultatatok magyar nemesítésű burgonya fajtákat is. Igen, mi a magyar fajták mellett próbáljuk letenni a voksunkat és azokat támogatni. Hívei vagyunk annak, hogy a magyar földben magyar burgonyát termesszünk. A berzencei fajta kísérletben számos cég burgonyáját szemügyre vehettük. A széles palettán többek között az Agricó fajtái szerepeltek. Az Agricó cég a világ egyik legnagyobb vetőburgonya, illetve hát étkezési burgonya előállítója. Milyenek most a világpiaci kilátások, Gyuri? Európára szűkítve a dolgot, ugyanis az Agricó egyik legnagyobb felvevőpiaca Európa. A cég 1300 termelővel dolgozik, ezek a termelők szövetkeztek ilyen formában. 85 fajta áll rendelkezésre saját nemesítésből, ezt 78 országba közel 1 millió tonna mennyiségben szállítja évről évre a cég. Európában ugye a koronavírus meghatározta ezt az idei szezont, az éttermek bezártak, közkonyhák bezártak, feldolgozott termékeket kevésbé vásárolták, úgyhogy ez az ára is kihatással volt, nyomottak az árak. A termőterület nagyjából megegyezik az előző évivel, termés mennyiség nagyjából hasonló lesz az elmúlt évéhez, csak a felvevő piac hiányosságai az árat lenyomják. Nagyon sok fajtát hoztál el, nagyon szép a szortiment, amit itt bemutatnak, és gyönyörűek is itt a parcellákban a ti fajtáitok. Igen, egy új generáció jelenlétét tapasztalhatjuk a magyar piacon. A régi fajtáink, értem ez alatt a kondort, impalát, agriát már visszaszorulóban vannak. Többségük már szabadfajta, tehát nem élvezi a védett kategóriát, úgyhogy alternatívákat kellett keresni. Egy új generáció név alatt indítottunk egy folyamatot, egy kampányt, egyrészt lecserélve a régi fajtáinkat, illetve az új igényeknek szeretnénk megfelelni. Egyre több az érdeklődő a korai fajták iránt, tehát most már fajtakínálatunkban dominálnak a 90 napos fajták. Ennek több oka is van, ugye a korai piaci megjelenés az árelőnyt jelent, ez az egyik dolog, a másik pedig egy rövid tenyészidői fajtát könnyen megvédeni a kártevőktől, kórokozóktól, mint egy hosszút. A burgonya termesztőkre számos kihívás várt ebben az évben is. Cseppet sem könnyű szezonban kell helytállniuk a gazdáknak. Első alkalommal a szárazság okozott problémát, és amiatt nagyon nagy volt a nyomás a levéltetveknek, majd későbbi idők folyamán egyre több gondot okozó burgonyabogár ellen kellett védekeznünk, és jelen pillanatban pedig Magyarországon tombol a fitoftóra, úgyhogy most erre fókuszálunk. Idén a Solanum Kft. 70 hektáron szaporít vetőburgonyát. Ebben az évben 12 fajtával dolgoznak. Hogy látod, hogy az idei esztendő az mennyire lesz a burgonya éve? Tehát milyen burgonya évre számítasz? Mi szemszögükben azt gondolom, hogy egy jó év lesz a termés, illetve a minőség tekintetében. Az, hogy mekkora lesz a kereslet, azt majd a későbbi időszakban tudjuk fölmérni. Őszi akció a Huminis Kft-nél. Kondizolpa, krepce és kalászos csomag akár 15,5%-os kedvezménnyel. Kiemelkedő hozam és megtérülés Huminis technológiával. Megújult Hardy permetezőgép kínálat előrendelési kedvezményekkel. Precíz nagysebességű kijuttatás, bizonyított műszaki megoldások. Keresse hivatalos forgalmazóinkat. Egy rendkívüli teljesítmény most rendkívüli árakon. Rendelje meg most Tempó vetőgépét, akár 18% előszezoni kedvezménnyel. Tízesen terménnyel az új John Deere kombájnért. Terményét gépkocsira rakva az ön telephelyéről elszállítjuk. Részletekért keresse Kite gépértékesítőnket. Klímaváltozás. Fontos a jó fajta választás. Kubota traktorok, megbízható japán technológia, könnyű kezelhetőség. Most két széria is kedvezménnyel vásárolható meg a Két Kata Kft-től. Ahol az elegancia és az üzlet találkozik. Four Points by Sheraton, Kecskemét.
30 éves tapasztalattal a hátam mögött tudom, mi kell a jó terméshez. A Berkeman 135 éves múltjának köszönhetően pedig tudja, mitől kényelmes egy lábbeli. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Négy évvel ezelőtt indította útjára az Agrotrend csoport, a Magyarország legszebb birtoka megmérettetést. Ebben az évben a vírushelyzet megnehezítette ugyan a szervezők dolgát, de szeptember 12-én ismét egy nagyszabású gálaesten ünnepelhettek együtt az Agrárvilág képviselői Siófokon. Féltünk, hogy ez a vírushelyzet miatt aztán nem fogjuk tudni elindítani a versenyt. Márciusban kellett volna elkezdenünk a jelöltek gyűjtését, aztán vártunk, szerencsére május elején azért enyhült egy kicsit a helyzet, és akkor ilyen rapid módon sikerült összegyűjtenünk két hét alatt 55 jelöltet. A zsűrit most nem személyes zsűrizésre hívtuk össze, ahogy egyébként szoktuk, hanem a kollégák csináltak egy interjút a jelöltekkel, a zsűri döntött, online döntés volt, és hát a 21 kategória döntőst ugye a 7 kategóriába megszavazták, megcsináltuk gyorsan a logisztikát, hogy hogy lehet őket véglátogatni, és aztán június közepétől július elejéig gyakorlatilag lelátogattunk 21 birtokot. Nyugodtan mondhatom, minden évben így van, hogy ez a 21 birtok, amit meglátogatunk, az valami csoda. Tehát tényleg valaki mondta, hogy az egyik nagykövet mondta Magyarországról, hogy egy titkos csoda. Tehát tényleg az van, hogy azt a titkot, amit ezek a gazdaságok rejtenek, pont ilyen birtoklátogatásokkal lehet felfedni, hogy ne csak titok legyen, hanem ez a csoda nyilvános legyen. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében kiemelte, kellenek az ünnepek a gazdatársadalom életében is, amikor egy pillanatra meg lehet állni, és vissza lehet tekinteni a mögöttünk álló időszakra. Úgy véli, a megmérettetés legfőbb haszna, hogy megmutatja, hol tart a mezőgazdaság a 21. században. Vannak sztereotípiák, amelyek mindenki gondol arról, hogy hogy él ma egy gazda, milyen körülmények között dolgozik, és milyen körülmények között állítódnak elő az élelmiszereink. Ezen az elképzelésen kell változtatni, és meg kell mutatni, hogy a legmodernebb körülmények között vagyunk. Meg kell mutatni mindenkinek, hogy mit tud a magyar mezőgazdaság éppen a jelenben. És ha azt akarjuk, hogy legyen generációváltás, ha azt akarjuk, hogy vonzó legyen a fiataloknak, ha azt akarjuk, hogy az emberek sokkal jobban bízzanak a hazai termékben, és válasszák tudatosan a hazai terméket, akkor kell, hogy lássák ezeket. Valóban ezért ünnep, hogy eljönnek a gazdák, és megmutatják egymásnak büszkén, hogy mit tudtak elérni. És ez a célunk, hogy mindenki megismerhesse ezeket. A Magyarország legszebb birtoka megmérettetéssel a szervezők legfőbb célja az volt, hogy példát mutassanak. Nagy István szerint a döntősök mindegyike büszke lehet az elért eredményeire. Aki eljut ide a döntőbe, akit erre neveznek, az már mind a gazdatársai által egy olyan megbecsült ember, olyan tevékenysége van, olyan eredménye van, amelyre méltán lehet büszke. Tehát én nyugodtan mondhatom azt, hogy akik itt vannak, azok már mind abszolút nyertesei. Abszolút tiszteletre méltó, abszolút követésre méltó, abszolút példamutató a tevékenységük. A zsűri ebben az évben is 7 kategóriában ítélte oda a díjakat. Állattenyésztő birtok kategóriában az Illiszi Major érdemelte ki az elismerést. A családi gazdaságok döntősei közül a Nyakas Farm tulajdonosa vehette át a díjat. Gyümölcstermesztő birtok kategóriában az Almakúti Kft. Bizonyult a legjobbnak. A kertészetek közül a Farkas Kertészet örülhetett a díjnak. A precíziós gazdálkodás kategória döntősei közül a zsűri a Tápiótáj Kft.-nek ítélte oda az elismerést. A szántóföldi növénytermesztő birtokok között az első helyezett a Baki Agrocentrum lett. Szőlészet-borászat kategóriában pedig a Vesztergombi Pincészet érdemelte ki a díjat. Az est során még 3 elismerést talált gazdára. A közönség szavazáson a legtöbb voksot a Nyakas Farm kapta. Az Esteban külön díjasa a Green Coop Hungary Kft. Lett. Majd a kategória győztesek közül titkos szavazással döntötte el a zsűri, hogy kikapja meg 2020-ban a Magyarország legszebb birtoka elismerést. Az abszolút győztes a Nyakas Farm lett. Úgy gondolom, hogy 40 év munkája ebben benne van természetesen, és minden évben fejlődtünk. Természetesen ebben benne van a közéleti munkája is az embernek, hisz mi nagyon sok társadalmi munkát végzünk, nagyon sok helyen vagyunk támogatók. Ezt a támogatást tulajdonképpen a közönségtől, a közönség szavazatnál visszakaptuk, és
az az igazság, hogy jól esik, amikor visszakapja az ember a szavazatokat, a gratulációkat. Általában 120 és 130 család dolgozik nálunk, és úgy gondolom, hogy nekik is szólnak ezek az eredmények, hisz a nagy családhoz ők is hozzátartoznak nálunk. Köszönöm szépen a munkatársaimnak, hogy velem voltak, és ezután is velünk lesznek. A Nyakasfarmon már évek óta zajlik a generációváltás. Nyakas András gyermekei már bekapcsolódtak a munkába. Bízom abban, hogy a fiaim és a lányom azok tovább viszik, és ők majd ugyanúgy továbbadják az unokáimnak, és egyszer azt mondják, hogy a nagypapa alapította, mint hogy én is mindig dicsekszem azzal, hogy az őseim, akik Hajdonállásban 1610 óta vannak jelen, azoknak a földjét visszavittem, és úgy gondolom, hogy ha most élnének, feltámadnának, nem vallanának velem szégyent, hogy a földjükön jól gazdálkodunk. A somlóhegyi tornai pincészet története egy mindössze 804 szögöles birtokkal indult 1946-ban. Tornai Endre alapította, akit a hegyen mindenki csak Bandi bácsinak szólított. A tornai pincészet az évek során nagyon sok díjat és nemzetközi elismerést érdemelt ki. A legfontosabb szőlőfajtájuk a juhfark. 1999-ben építettek egy feldolgozót, palackozót, és azóta már nem csak a saját boraikat zárják palackba, hanem több somlóhegyi kistermelőjét is. A vírushelyzet a több mint 70 éves múltra visszatekintő pincészetet is komoly kihívás elé állította. Egyik pillanatról a másikra megszűnt ugyanis egy jelentős értékesítési csatornájuk. A koronavírus hatása bennünket is elért, hiszen viszonylag jelentős mennyiséget értékesítünk asztronómiában, nem csak Magyarországon egyébként, hanem az exportpiacainkon is. A termékeinknek, a borainknak egy része az éttermekbe, szállodákba kerül, és nyilván azoknak a bezárása egyértelműen azt jelentette, hogy ezt a piacot a rövid időre is, de elveszítettük. Ez a piac, ez megszűnt. És nyilván fontos, hogy ne csak a sebeinket nyalogassuk, hanem gondoljuk meg, hogy mi az, amit tudunk tenni. És nyilván azok a vásárlók, akik éttermekbe fogyasztották el a borainkat, emlékeznek rá, és ez egyúttal piaci lehetőséget is teremt, ha őket közvetlenül ki tudjuk szolgálni. Hát nyilván ennek a legegyszerűbb módja, ha postai küldeményként éri el őket a borunk, és ennek a rendszerét kell tulajdonképpen felépíteni. Ennek van egy klasszikus módja, úgynevezett webshopok, amelyek azért elég személytelenek, hiszen ott valamilyen automatikus rendszeren találja meg a vevő a szállítóját, a két partner egymást. Ugye a mi rendszerünk ennél egyszerűbb. Ezt nyilván egyszerűbb volt felállítani is, hogy tulajdonképpen a honlapunkon létrehoztunk egy olyan részt, ahol megismertetjük még egy kicsit részletesebben a borokkal, és a választási lehetőség csupán annyi, hogy kiválasztja, hogy írni akar nekünk egy e-mailt, ahol leírja ezek közül a tételekből, hogy miből mennyit szeretne. Szállítottunk csomagokat, ajánlásokat tettünk a borfogyasztóknak, mindenkinek olyan szortimentet, amit úgy gondolja, hogy majd kedvelni fog, meg ami a pénztárcájának is megfelel, és aztán postai küldeményként másnap fel is adjuk, és megkapják ezeket a borokat. Gondoltad volna néhány évvel ezelőtt, hogy egyszer így postán fogod értékesíteni a borodat? Hát egyáltalán nem gondoltam, ugye ez azért nyilván azt gondoltam, hogy sok minden terjed, de hogy a bor egy bizalmi termék, ha a személyes kapcsolata egy nagyon fontos tényező, nem gondoltam, hogy ez ekként fog alakulni, de ha már így van, azt gondolom, hogy ez fontos megtanulnunk, hogy ez így nem biztos, hogy baj, hiszen a vevő elérése, a partner kapcsolat kialakításának. Ez egy új módja, és ez a koronavírussal nem fog elmúlni. Tehát azt gondolom, hogy ez a mód, ez továbbra is fenn fog maradni. Én csak biztatítok minden bortermelőt, hogy hasonlóan hozzánk alakítsa ki is ezt a csatornát, ezt a lehetőséget, éljen vele. Nagyon szépen kihajtott a szőlő itt a Somlóhegyen. Elindult a virágzás is. Hogy látod, hogy milyen termés kilátások vannak? Noha még azért korai erről beszélni, de volt-e erre fagy, vagy ilyesmi? Hát korai erről beszélni, viszont a szőlő egy kicsit később virágzik, mint ahogy virágozni szokott, de ez egyáltalán nem baj. Az áprilisi nagy hőség az ugye egy viszonylag gyors rüzsfakadást, illetve hajtásnövekedést eredményezett. Aztán a május a maga változékonyságával, hűvös reggeleivel egy kicsit ezt a folyamatot lelassította, de a lényeg az, hogy nagyon szépen alakultak ki a fürtök, és ami virágzik, az pedig elég szépen virágzik. Én azt gondolom, hogy a kilátásaink biztatóak, már ami a termés mennyiségét és várható minőségét illeti, a piacért meg kell dolgozni.
Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék a Facebookon is, ott vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint az ATV Spirit csatornáján szombaton és vasárnap reggel már 6 órától láthatják. A régi csatornán szombaton és vasárnap reggel is 6 óra 35 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!